Ilyen is lehet egy modern, 21. századi felsőoktatási intézmény. A Szent István Egyetemen járunk, amely mintegy 19.000 hallgatójával ma már az ország legjobb 10 felsőoktatási intézménye közé tartozik. Nemrég pedig jelentős fejlesztéssel gazdagodott. Európai uniós és hazai támogatásból, valamint az egyetem saját forrásaiból 2 év alatt az intézmény gödöllői központja közel 6000 négyzetméteren újult meg, és 4500 négyzetméteren pedig új oktatási tereket alakítottak ki. Az egyetemnek a stratégiája, annak ellenére, hogy valamikori agráregyetemből mi egy ennél sokkal szélesebb képzési profilú intézmény lettünk, továbbra is az élelmiszer termeléssel kapcsolatos mindenféle, akár biológiai, akár kémiai, akár gépészeti, vagy műszaki, vagy természettudományos, de még akár gazdasági jellegű képzés is. Tehát ez mind beletartozik a mi képzési portfóliónkba. És ez a most átadott természettudományi oktatóközpont nagyon jól beleillik ebbe az elképzelésbe. Ez az új létesítmény, összköltsége 1,7 milliárd forint, ebből támogatás 1,5 milliárd forint durván. Én úgy gondolom, hogy a Szent István Egyetem ezáltal talán az országban a legjobb feltételeket tudja biztosítani a műszaki és természettudományi képzésre jelentkezett hallgatók számára. A gépészmérnöki karon valósult meg a projekt, amely 2010. márciusában indult, és 2012. májusának végén zárult le. A multifunkciós új oktatási és kutatási terekre szükség is van a karon, mivel a gépészmérnök hallgatók száma jelentősen nőtt az elmúlt években. Most már 1500 hallgató jár ide heti napi rendszerességgel. A kar az új tanévben már a legkorszerűbb feltételekkel fogadja az első évfolyamos hallgatókat. A műszaki oktatás és képzés jelentősége az elmúlt évszázadban jelentős mértékben felértékelődött. Persze, hát 100-150 évvel ezelőtt elsősorban ilyen és ehhez hasonló gőzgépek jelentették a csúcstechnológiát. Mára már lényegesen összetettebbé vált az az eszközrendszer, amivel egy gépészmérnök vagy egy műszaki szakember kell, hogy foglalkozzon. Ezért örömteli az, hogy ennek a múzeumnak a bázisán, itt a gépészmérnöki karon egy rendkívül jelentős beruházást tudtunk végrehajtani. Egy olyan beruházást, amelynek eredményeként gyakorlatilag a laboratórium területeink duplájára emelkedtek, és teljes egészében megújultak. Olyan laboratóriumok kaptak helyet itt ebben az épületkomplexumban, amelyek nem csak a gépészmérnök képzést tudják szolgálni, hanem a kapcsolódó műszaki területeket is, például a környezetmérnök hallgatókat, vagy éppen a műszaki menedzsereket. Vállalatirányítási rendszerektől a kommunikáció technikáig és az anyagtudományoktól a gépszerkezetig terjed az a sor, amelynek kapcsán az elkövetkező hetekben, hónapokban új képzésekkel tudunk jelentkezni. A beruházás 2 helyszínen valósult meg. Részben itt az egykori gyakorlati képzési központban. Itt a fűtési és hűtési rendszerhez a föld geotermikus energiáját is hasznosítják. A hőközpontot úgy alakították ki, hogy ne csak az épület működését szolgálja, hanem segítse a létesítménymérnöki és gépészmérnöki szakhoz kapcsolódó szaktantárgyak gyakorlati oktatását is. Ezen a bázison a hallgatók megfelelő mérőeszközökkel diplomamunkát és tudományos diákköri tevékenységet is végezhetnek. Ez az épület voltaképpen a Műszaki és Természettudományi Tudástranszfer Központ, és azért jelentős a mi, mármint a folyamatmérnöki intézet életében, mert az általunk generált kutatásoknak egy nagyon fontos, azt gondolom ma Magyarországon talán a legkorszerűbb laborhátteret nyújtja. Ugye mi 3 csoportra oszthatóan végzünk kutató-oktató munkát, az egyik a gépjárművizsgálatok, elsősorban a terepjárókat vizsgáljuk, és azoknak a kapcsolatát a talajjal, illetve tereppel. A második rész a méréstechnika,
amely a nem villamos mennyiségek mérésének villamos alapú vizsgálatán nyugszik, és a harmadik pedig, talán a legnagyobb, az pedig a bioenergetikai kutatások. Ebben a laboratóriumban mi környezeti energia felhasználás kutatásokat fogunk folytatni, illetőleg környezetenergetikai rendszereknek az analízisét látjuk el, ilyenek, mint a szélenergia, a geotermikus energia, a biomassa alapú energiatermelés, és ugye ezek egy kutatás, fejlesztés, innováció és oktatás egységet képeznek, következésképpen ilyen nagyon korszerű laborháttér nélkül nagyon-nagyon nehéz lenne a kor követelménynek megfelelő kutató munkát és oktató munkát végezni. A tudástranszfer.hu-hoz a korábban meglévő közel 3300 négyzetméteres épületet felújították, és emeletráépítéssel egy új szinten további 4500 négyzetméternyi teret alakítottak ki. Az itt kialakított oktató és kutató terek 20-25 fős kiscsoportos foglalkozásoknak adhatnak helyet. De ezek mellett egyebek között elkészült 9 új szakmai laboratórium is. A laboratóriumokat közel 300 millió forint értékű eszközökkel szerelték fel. Az egyetem több új óriási előadóval is bővült, amelyek nem csak a graduális és posztgraduális képzések színterei lehetnek, hanem még jeles szakmai rendezvényeké is. Az épületet számos intelligens ház funkcióval szerelték fel. A beruházás másik helyszíne a korábban is gyakorlati képzési helyként működő 1-es és 2-es tanműhelyblokkhoz kapcsolódik, ahol további korszerű laboratóriumokat és szaktantermeket hoztak létre. A gépészmérnöki tanulmányok során rendkívül fontos, hogy ne csak elméleti tudást, hanem gyakorlati ismereteket is biztosítsunk. Például egy szakítógép esetében meg tudjuk mutatni, hogy hogyan is viselkedik az anyag, mi is történik vele, és a projekt keretében egyébként nagyon sokféle labor felszerelését végeztük el, eszközöket szereztünk be, amely segítségével diagnosztikai vizsgálatokat, 3D szkennelést, fizikai kísérleteket és egyéb tudományterületekhez kapcsolódó vizsgálatokat, méréseket tudunk végezni. A beszerzett nagyértékű eszközök korszerű technológiát képviselnek, amelyek hozzájárulnak a képzés színvonalának növeléséhez. Éppen a Műszaki Menedzsment Intézet laboratóriumában vagyunk. Mint látható, éppen az utolsó simítások folynak. Ennek a laboratóriumnak az elsődleges célja az, hogy a műszaki menedzser képzésben segítse a munkánkat a különböző tárgyakhoz. A karunkon egyébként nem csak a műszaki menedzsereket képezzük majd itt, hanem a gépészmérnökeinket, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökeinket, illetve a mechatronikai mérnökök is kellő mélységű gazdaságtani és menedzsment ismereteket kapnak majd. Ebben a laborban a csapágyszerelést, tengerbeállítást ismerhetik meg a hallgatók. A Szent István Egyetem gépészmérnöki karán különös figyelmet fordítunk oktatási-kutatási infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére. Vállalati partnereink ebben segítségünkre vannak. A közös együttműködésben megvalósult projektek keretében olyan eszközöket tudunk beszerezni, amelyeket nem csak a graduális képzéseinkben használjuk, hanem a vállalati partnereink szakember utánpótlását is tudjuk ezek segítségével biztosítani. Számos nagyvállalattal állunk kapcsolatban, vállalati partnereink nem csak a tanfolyami képzésekhez, de a graduális képzésekhez is korszerű szakmai anyaggal, eszközökkel támogatják a gépészmérnöki kar oktatási-kutatási programjait. A Szent István Egyetem vezetése úgy gondolja, egy műszaki jellegű felsőoktatási intézmény nem foglalkozhat csak az oktatással. Ugyanilyen fontos számára, hogy a gazdaság szereplőivel fontos kutatási-fejlesztési együttműködéseket hozzon létre. Ez utóbbiakat is jól szolgálja a megvalósult program, és mint hallottuk, az intézmény már eddig is több céggel alakított ki együttműködést, ám nyitott az újabbak előtt is.
A legújabb fejlesztés nem csak az egyetem életébe hozhat változást, hanem hatással lehet az egész közép-magyarországi régióra is. A Tudásközpont segítségével itt az eddigieknél is több, korszerű ismeretekkel rendelkező mérnököt, műszaki szakembert képezhetnek. Rájuk ahhoz lenne szükség, hogy a régió valódi tudásrégióvá váljon. Ez pedig a legfontosabb lépések egyike lehet afelé, hogy növekedjen gazdasági versenyképessége is.